Gazdaság élénkítés Fehérgyarmaton. A helyi gazdaság erősödését és a lakosság elhelyezkedését kívánja segíteni a településen 131 millió forintból átadott beruházás. Megújult a mezőgazdasági út. Lakossági összefogás is segítette a 117 millió forintos beruházást. Nyaralás. Olcsóbb lehet a külföldi utazás, mint a belföldi vakáció. A helyi gazdaság erősödését és a lakosság elhelyezkedését kívánja segíteni az a beruházás, amelyet pénteken adtak át Fehérgyarmaton. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A város Európai Uniós támogatása 131 millió forintból újított fel egy eddig használaton kívüli gazdasági területet, amelyet különböző vállalkozásoknak szeretnének bérbeadni. A térségbe az utóbbi időben jelentős mértékű uniós forrás érkezett. Fehérgyarmatra közel 4 milliárd, a megyébe pedig összesen több mint 300 milliárd forint. Részben új funkciókat kap a megújult szerelő, hegesztő és esztergályos épület ezen a fehérgyarmati gazdasági területen. Az épület egyik részében megmarad a szerelő műhely, míg a másik részében non-profit, közösségi célú szolgáltatóházat alakítanak ki. A város tulajdonában lévő területen eddig használaton kívül álltak az épületek, most ezeket korszerűsítették, hogy azokat bérbeadják különböző vállalkozásoknak. Ez a program, amelyet elindítottunk, ez segíteni fog abban, hogy ide tényleg vállalkozások érkezzenek, hiszen nem nagyon mertek befektetni ebbe a térségbe, de ha mi megadjuk azt a üzemi területet, amely szükséges a betelepülő vállalkozások számára, akkor szívesen jönnek, hiszen itt még van munkaerő, és igazából nem igényel olyan mértékű befektetés, mintha itt egy komoly gyárat vagy üzemet kellene építeniük. A település fejlődését további beruházások is segítik. Az utóbbi időben jelentős mértékű hazai és Európai Uniós forrás érkezett ide. Ide érkezett egy jelentős hazai forrásból támogatás, hiszen egy református iskola épül 21. századi stílusban, ami nagyon komoly magyar állami segítséget jelent, de azért büszke vagyok arra, hogy ezen kívül az Európai Uniós toppos, VP-s, EFOP-os, KEHÖP-os, KEFÖP-os pályázatokból is közel 4 milliárd forint támogatást kapott a város. Az Európai Unió és a magyar kormány a terület és település fejlesztési operatív programon keresztül közel 1400 milliárd forinttal támogatja a magyarországi települések fejlesztéseit, hangzott el Sanda Tamás beszédében. Az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár kiemelte, a programmal a vállalkozások és a lakosság számára kívánnak vonzó környezetet kialakítani, így segítve a helyi gazdaság fejlődését és növelni az elhelyezkedési lehetőségeket. Ebben a megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már több mint 2000 nyertes pályázattal rendelkeznek a különböző pályázók, és ez több mint 300 milliárd forintnyi fejlesztési forrást jelent. Ezek a fejlesztések nagyon sokszínűek és nagyon sokrétűek, hiszen Európai Uniós és magyar fejlesztési források jutnak a szociális intézmények megújítására, a köznevelési intézmények megújítására, az egészségügyi tereknek a felújítására, megújítására. Sanda Tamás hozzátette, az infrastruktúrális fejlesztések mellett a képzéseket és az új típusú szolgáltatásokat is támogatják, ezzel segítve a megyében élők versenyképességét a munkaerőpiacon. 117 millió forint állami támogatásból, önkormányzati forrásból, illetve lakossági összefogásból újult meg egy mezőgazdasági útszakasz Újfehértón. A Hajdúdorogi útból nyíló több mint 3 kilométer hosszú utat még az 1950-es években építették, és azóta sem történt rajta komolyabb felújítás. A beruházásnak köszönhetően az eddigi félórás út ideje 8-10 percesre csökkent. Átadták a felújított, külterületi mezőgazdasági utat Újfehértón. A 3,2 km hosszú szakasz a Hajdúdorogi útból nyílik, és több vállalkozást is csak ezen keresztül lehet megközelíteni. Korábban körülbelül 30 percnyi volt az út autóval vagy mezőgazdasági járművel. A beruházásnak köszönhetően ez 8-10 percre csökkent. Ami
rendkívül fontos, hogy három olyan mezőgazdasági üzemvállalkozás működik ennek az útnak a mentén, ami több tízezer tonna terményt mozgat meg évente, hiszen bérszárítással foglalkoznak, állattartó telepek találhatók ott, és ez az út az 50-es években készült, és azóta igazából jelentősebb felújítás nem volt rajta. A beruházás 117 millió forintba került, a vidékfejlesztési program ezt 85%-os intenzitással, mindegy 100 millió forinttal támogatta. Az út mellett működő vállalkozások összesen 15 millió forinttal, az önkormányzat pedig további 2 millió forinttal segítette a fejlesztést. Nem csak Újfehértó, hanem a térségben működő vállalkozások is aktívak a vidékfejlesztési pályázatokat illetően. Hektáronként ugye a föld alapú támogatás az 70 ezer forint körül van, meg hát egy évben környezetvédelmi támogatások jókora összeget tesznek ki, és hála Istennek a térségbeli gazdák élen járnak ezen támogatások kihasználását illetően. A pontos számokat nem tudom idézni, de a választókerületben több milliárd, 6-8 milliárdot is kitesz ezen támogatások, ezen külön támogatásoknak az összege. A vidékfejlesztési programban jelenleg a diverzifikációs pályázatok elbírálása van folyamatban, amelyek 100 millió forintos forrás jelenthetnek gazdánként. A nyaralás kihagyók 60%-a pénzhiány miatt nem megy idén nyáron vakációzni. Aki mégis hosszabb időre útnak indul, szívesebben megy külföldre, hiszen ez a helyi árakkal és az úti költséggel együtt is olcsóbb megoldás lehet, mint egy belföldi pihenés. A Balaton környéki szállások ráadásul ilyenkor nyáron csak időszakosan vannak nyitva, így olyan árakkal kell működniük, hogy a tulajdonos ki tudja termelni az egész éves bevételét. Idén is Horvátország a legnépszerűbb a magyarok körében, ha külföldi nyaralásról van szó. A nyári szabadságok általában egy-két hetesek, és ilyen hosszabb időtartam alatt olcsóbb egy külföldi vakáció, mint egy belföldi pihenés. Míg egy buszos görögországi 10 napos kirándulás már akár 40 ezer forintért is elérhető, van olyan hazai szállás, ahol egy éjszaka kerül ennyibe. Az árak különbségei nem csak az utazás költségei produkálják, hanem a helyi árak is. Addig, míg a görög tengerparton ugye filléreket lehet hozzájutni az ételhez, illetve az odavaló lejutás is és az ottani szállások is nem tartalmaznak olyan magas költséghányadot, mint itt a belföldi nyaralás, ezért szerintem ez még sokáig nem fog megfordulni ez a tendencia, tehát el kell mondani, hogy valóban a belföldi nyaralás az már nem olcsó a magyar emberek számára. Évek óta tendencia, hogy a horvát tengerpart mellett a görög, török és egyiptomi nyaralókat választják a magyarok pihenésre. Ha valaki mégis hazai vakációt tervez, a Balaton környéke a legkedveltebb. Ezeknek a szállásoknak a többsége csak időszakosan üzemel, ezért a tulajdonosuknak pár hónap alatt kell kitermelni az egész évre elegendő bevételt. Azért tudjuk nagyon jól, hogy ha megnézzük az adópolitikát, azért itthon milyen áfákról beszélünk, ugye, tehát a forgalmi adó az nálunk ugye 27%-os, 18%-os, 5%-os, ugye attól függ, hogy hol mi van, ehhez jönnek az éttermifogyasztások is, helyben eszünk, elviszünk, tehát ott is 18-27%-os kulcsokat találunk, és addig még megnézzük ugyanezeket külföldön, ott lényegesen alacsonyabb díjtételekkel dolgoznak, tehát ugye, nem mindegy, hogy ugye az, amit kitermel ugye a szállásadó, abból mennyit kell neki még az állam számára befizetni. Ezért van az, hogy külföldön, mivel nagyon sok helyen alacsony díjtétellel, illetve nagyon sok helyen 0%-kal dolgoznak, ezért lényegesen kedvezőbb árakat lehet biztosítani. Ez nem csak a turizmusra igaz, hanem minden ágazatra. Egy felmérés szerint a nyári vakációt kihagyók 60%-a pénzhiány miatt nem megy idén nyaralni. 44 millió forintból újult meg az orvosi rendelő Csegöldön, amelyet pénteken adtak át. A 70-es években épült épületben többek között korszerűsítették a fűtést, kicserélték a nyilvánzárókat, megoldották az akadálymentesítést, illetve új orvosi eszközöket is beszereztek. A felújítással nem csupán a betegellátás vált hatékonyabbá, hanem a kismamákat és a gyermekeket is jobb környezet várja, mivel az épület ad helyet a védőnői szolgálatnak is. A településünk, mint általában minden szakmány település, idősödő, öregedő település. Örömmel mondhatom azt, hogy nagyon sok idős ember van, aki itt ért el a fiatalkorát, és itt öregedett meg, és az is volt a célunk ezzel, a fejlett korszerű intézmény átadásával, hogy a mostani fiatal generáció is itt élje életét, és itt legyen idős ember, itt öregedjen meg,
és így vegye igénybe azt a szolgáltatást, amellyel egészségét meg tudja őrizni a megfelelő orvosi ellátással. Magyarországon a lakosság mintegy 2%-át veszélyezteti túlzott érzékenység a rovarcsípések miatt. A leggyakoribb allergiás reakciót okozó rovarok hazánkban a méhek és a darazsak. A darázs, illetve méh csípések következtében normál esetben enyhe, viszkető duzzanat keletkezik, viszont allergia esetén akár életveszélyes reakció is kialakulhat. A méhek alapvetően nem agresszív állatok, a pollengyűjtő méhek általában csak akkor csípnek, ha rájuk lépünk, beléjük tenyerelünk, vagy egyéb módon bántjuk őket. A méh csípéskor nem csak mérget bocsát ki, hanem egy olyan feromont is, mely a közelben lévő többi méhet is figyelmezteti a veszélyhelyzetre, és támadó magatartást vált ki belőlük. Ha valaki méh csípésért, a legjobb, amit tehet, hogy arról a területről minél hamarabb távozik, és a amit még tehet, és viszonylag gyorsan meg kell, hogy, vagy érdemes volna megtenni, hogyha teheti, és látja a fullánkját, azt távolíts el, hiszen az még a későbbiekben is méreganyagot szivárog abból a szövetbe. Ott a helyi reakció kialakul, egy gyulladásos reakció, fel fog pirosodni, fel fog tömött tapintatóvá válik a terület. Ez gyakorlatilag egy fenisztilgéllel, vagy egy antihisztaminnal, egy allergiás gyógyszerrel, helyi borogatással, fájdalomcsillapítóval érdemes kezelni. A méh csípés helye kifejezetten fájdalmas lehet a balesetet követő néhány órában, de a viszketés és az érintett terület duzzanata akár egy hétig is elhúzódhat. Az emberek nagyjából 2%-a nagyon érzékenyen reagálhat a méh csípésre, és az allergiás reakció akár úgynevezett anafilaxiás sokban is csúcsosodhat. Ilyen esetekben egy speciális toll segít. Ha a méh csípés hatására a szokásosnál, kinek mi a szokásos persze, de egy jelentősen nagyobb területű bőrgyulladás alakul ki, vagy a méhcsípés mellett egyéb más tüneteket is észlelünk magunkon, allergiás légszomb jellegű tünetet, de ez nem olyan drámai mégsem, hogy ez az online fulladást okozna, akkor azért mindenképpen érdemes volna a szakemberhez fordulni, és egy tesztet elvégezni, hogy érzékeny az ember a méhcsípésre vagy sem. Ha ez igazolódik, ez egy labortesztből igazolható. Ha az igazolódik, akkor ezt az említett tollat, az azonnali reakcióhoz szükséges tollat érdemes magánál tartani, mert ez valóban életmentő lehet. Téves, hogy a méh csípést kálciummal kell kezelni. Anafilaxia esetén a kálcium nem segít, sőt többet ártunk vele, hiszen néhány percre elfeledteti a tüneteket, így nem ismerjük fel időben az allergiás sokkot. Még javában tart a nyár, de célszerű a kémények ellenőrzését már most elvégeztetni, hogy ne az utolsó pillanatra, a fűtési szezon kezdetére maradjon. Ez a valóban életbe vágóan fontos tevékenység, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A kéményseprők célja a füstelvezető épségének, valamint a füstrendszer jó és biztonságos működésének ellenőrzése, az esetleges problémák kiszűrése, a balesetek megelőzése, de semmiképpen sem a bírságolás, áll az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleményében. Ha a kéményseprők problémát tárnak fel, fontos, hogy saját érdekében mindenki mi hamarabb intézkedjen a javításról. A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki, melyen fel kell tüntetni a legutolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az ellenőrzéskor elvégzett műszeres mérések eredményét is. Egész évben fontos a füstelvezetőknek, úgynevezett kéményeknek a karbantartása, hiszen a nyári időszakban például egy gázüzemű tüzelőfűtőberendezés mondjuk meleg vizet állít elő, tehát ugye akkor is használjuk ezt a fajta füstelvezetőt, de ugyanakkor ilyenkor, amikor a lakásokat átalakítják, illetve úgymond azt szoktuk mondani, amikor békeidőszak van, tehát nem használjuk olyan nagy üzemben ezeket a füstelvezetőket, érdemes már arra gondolni, hogy a téli fűtési szezonra fel legyenek készítve ezek a füstelvezetők. Ugye a gázüzemű tüzelőfűtőberendezések esetében, úgynevezett gázkémények esetében két évente történik ez a felülvizsgálat, a vegyes tüzelésű kémények esetében pedig évente érkezik a kéményseprő. A lakosság számára ingyenes a kéményseprés, a társasházakban viszont értesítést dob be a kéményseprő az ellenőrzés időpontjáról, míg a családi házas övezetekben meg kell rendelni az ellenőrzést. A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek és nem fogadhatnak el, bár végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre írásban meg kell rendelni, és a munka elvégzése után számla ellenében átutalással kell a díjat megfizetni.
Ítélkezési szünet van a bíróságokon országszerte. A szünet július 15-én a bíróságok napjával vette kezdetét, és egészen augusztus 20-áig tart. A törvényszékek továbbra is dolgoznak olyan indokolt esetekben, mint a gyorsított eljárások vagy a kényszerintézkedések elrendeléséről való döntés, viszont a polgári perrendtartás hatálya alá tartozó eljárásokat akkor folytatják, ha az ügyek határideje a szünet alatt járna le. Egyes bíróságokon, köztük a nyíregyházi törvényszéken a kezelőirodák továbbra is üzemelnek. Új edzővel, Szilágyi Krisztiánnal készül a bajnoki rajtra a nyírbátori futballcsapat. Három játékos távozott, érkezett viszont öt fiatal labdarúgó a nyíregyháza Spartakusztól. Az NB3-ban augusztus 4-én rendezik az első fordulót. Mivel a Nyírbátor korábbi edzője, Ambrusz Árpád csatlakozott a Nyíregyháza Spartakusz szakmai stábjához, a klub vezetőjének új edző után kellett nézniük. Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, fiatal, helyi kötődési szakember esett a választás. Szilágyi Krisztián korábban játszott a bátori csapatban, edzőként pedig az utánpótlásban dolgozott, mellette bajnoki címig vezette a nagydobos csapatát a megyei harmadosztályban. Az NB3 kereti csoportjában legutóbb 7. helyen végző nyírbátori FC játékos kerete még alakul, ahogyan az ilyenkor lenni szokott, vannak távozók, érkezők és próbajátékosok is. Fekete Kincel és a Rossz Elők távoztak, és ugye történt egy szorosabb együttműködés Nyíregyházával, aminek köszönhetően 5 U19-es játékos érkezett hozzánk. Őket még teszteljük, de valószínű, hogy a csapat, és valószínű, hogy le fogjuk őket igazolni. Sárosi Máté, Gajdos Gergely, Kovács Erik, Fehér Martin és a Szegedi Bence érkeztek Nyíregyházáról. Vannak folyamatosan próbajátékosaink, teszteljük őket, aztán még vannak hiányposztjaink is, de reméljük, hogy mire kezdődik a bajnokság, kiegyensedünk és az elképzelt kerettel tudunk nekivágni a bajnokságnak. A nyírbátoriak rutinos középpályása, Müller Zsolt az elmúlt évekhez hasonlóan kiegyenlített bajnokságra számít. A keleti csoport mezőnyében ott lesz a megyebeli újonc Csényű, valamint az NB2-ből kiesett Szolnok is. A színvonal szerintem, mióta én itt játszom, az hasonló, talán egy picit mindig jobb, de nem is azt mondom, hogy a színvonal annyira magas, hanem nagyon sok hasonló csapat van. Most nem is tudnák olyan csapatot kiemelni, aki azt mondom, hogy biztos, hogy bajnok esélyes, mert szerintem a Szolnok biztos, hogy fiatalokkal fog nekivágni, ahogy mondogatják. Aztán így nem nagyon lehet említeni senkit szerintem, aki biztos, hogy bajnok esélyes lesz. Ugyanolyan bajnokságra számítok, mint az utóbbi 2-3 évben, hogy marha szoros lesz az eleje, a vége, úgyhogy nagyon-nagyon lutri lesz az egész. Egy-egy győzelemmel nagyon nagyokat lehet lépni, de egy-egy veressége viszont szerintem nagyon nagyokat lehet bukni. A bátoriak a héten napi 2 edzéssel készülnek, közben szerdán a Balmazújváros, szombaton pedig a Nyíregyháza Spartakusz ellen lépnek pályára Müllerék. A jövő héten a Deac és az Ibrány ellen játszik Szilágyi Krisztián együttese. A bajnokság augusztus 4-én rajtul az NB3-ban. Annak ellenére, hogy nem jutott a döntőbe, sikeres szezon zárt a Nyíregyháza Tigers, mondta el híradónknak Szépe József sportigazgató. A Tigrisek 6 játékosa az Egyesült Államokba utazik, ahol Kentonban egy nyári edzőtáborban vesznek részt. A HFL-t a Budapest Wolves nyerte, miután a szombati döntőben 34-30-ra legyőzte a Miskolc Steelers csapatát. A szezon előtt az amerikai edző által irányított amerikai légiósokkal megerősített Nyíregyháza Tigers a döntőbe jutást tűzte ki minimális célként, de igazából a bajnoki arany megszerzéséért szálltak harcba a Tigrisek. Az alapszakaszban a legjobb 4 közé bejutott a nyíregyházi gárda, a döntőbe kerülés azonban már nem sikerült, mivel a sérülések által megtizedelt Tigers vereséget szenvedett az elődöntőben a Budapest Wolves-tól. Szépe József sportigazgató szerint jó úton járnak, sokat fejlődött a csapat, így mindent összevetve elégedettek lehetnek a bajnokságban elért eredménnyel. Abszolút sikeres volt ez a szezonunk is, annak ellenére, hogy a döntő nem jött össze. Igazából ennyi sérült el, nem nagyon lehetett más eredményt várni. Sajnos az utolsó periódusában a bajnokságnak rengeteg kulcsjátékosunk hullott ki. Én azt gondolom, hogy a szezon egészét tekintve többször vezettük a tabellát, végig versenyben voltunk a döntőért. Idén sem jött ez össze, de az út az továbbra is jó, hiszen eddig is vagy elődöntő, vagy döntős szereplést csináltunk az elmúlt 5 évben, úgyhogy panaszra így sincs okunk.
Tavaly a Tigrisek két játékosa meghívást kapott az Egyesült Államok beli Kentonba, ahol az amerikai futball hírességek csarnok által szervezett nyári akadémián vettek részt. Idén nyáron már hatan képviselik az edzőtáborban a nyíregyházi színeket. Ismét Kentonba fogunk ellátogatni, a hírességek csarnoka által szervezett nyári akadémián vesznek részt. Tóth Gábor, Ponykó Patrik ugye már másodszor, és őket kíséri Hüse Csongor, Schuller Ádám, Erdély Áron, és jó magam is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis csapat lesz Nyíregyházáról, emellett pedig, mint scout, én nekik, tehát az amerikaiaknak is dolgozom, két másik játékos viszek Magyarországról, a Fehérvár Entrónás csapatából. A bajnoki döntőt a Hungarian volt, a Budapest Wolves nyerte, miután a szombati döntőben 34-30-ra legyőzte a Miskolc Tigres csapatát. A felnőttek számára szünet következik, szeptemberben viszont rajtol a junior bajnokság, amelyre 30 fős kerettel készül a Nyíregyháza Tigers. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. A helyi gazdaság erősödését és a lakosság elhelyezkedését kívánja segíteni az a beruházás, amelyet pénteken adtak át Fehérgyarmaton. A város Európai Uniós támogatással 131 millió forintból újított fel egy eddig használaton kívüli gazdasági területet, amelyet különböző vállalkozásoknak szeretnének bérbeadni. A térségbe az utóbbi időben jelentős uniós forrás érkezett. Fehérgyarmatra közel 4 milliárd, a megyébe pedig összesen több mint 300 milliárd forint. Vidékfejlesztési támogatással sikerült felújítani egy forgalmas mezőgazdasági utat Újfehértón. Az 1950-es években épült szakaszon korábban semmilyen lényeges javítás nem történt, ezért is jelentős, hogy most 117 millió forintból sikerült a 3,2 km hosszú utat megújítani. A beruházás időben elkészült, múlt hét pénteken pedig ünnepélyesen át is adták. Szívesen választják a magyarok a görög tengerpartot nyaralásuk célpontjául, míg egy buszos, 10 napos görög kirándulás akár már 40 ezer forintért is elérhető, addig van olyan magyar szállás, ahol egyetlen éjszaka kerül ennyibe. Bár sokan nem mernek külföldre utazni, a vakációt kihagyók 60%-a pénzhiány miatt nem nyaral az idén. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 16-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Időjárásunkat a folytatásban egy északkelet felől közeledő magassági légörvény alakítja, melynek hatására növekszik majd a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Az előttünk álló éjszaka kiderül az ég, este eleinte még zápor, zivatar néhol előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, de zivatar környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhők zavarják a napsütést, előfordulhat helyenként zápor, zivatar, az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatar környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Szerdától péntekig gyakran lesz felhős az ég, és többfelé elered az eső, záporeső, helyenként zivatarok is kialakulnak. Sok helyütt erős, időnként viharos lökések kísérik az északnyugati szelet. Hétvégén a gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap, szorványosan fordul elő zápor, zivatar, a szél pedig csak zivatar térségében erősödhet meg. A hőmérséklet jelentősen nem változik, de a hét közepén pár fokot visszaesik.